Keressük meg a Bibliánkban a Lukács evangéliuma 4. fejezetét, és ott a 11. verstől kezdjük az ige olvasását. Fennállva hallgatjuk az igét. Megmondatott, ne késésd az Urat, a te Istenedet, amikor az ördög elvégzett minden kísértést, eltávozott tőle egy időre. Jézus a lélek erejével visszatért Galileába, és elterjedt a híre az egész környéken. Tanított a zsinagógákban, és dicsőítette mindenki. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombat napján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkereste azt a helyet, ahol ez van megírva. Az Úr lelke van én rajtam, mert felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek, azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítette a könyvtekercset, átadta a szolgáknak és leült. Mindenki szeme rajta függött a zsinagógában, ő pedig így szólt hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Mindnyájan bizonságot tettek róla, csodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezgették, nem a József fia ez? Ő pedig így szólt hozzájuk, biztosan azt a közmondást mondják rám, orvos, gyógyíts meg magadat, amiről hallottuk, hogy megtörtént Kapernaumban, azt tedd meg itt is, a te hazádban. Foglaljunk helyet. Nagyon szépen köszönöm kedves testvéremnek a ige felolvasását. Mindenkit nagy szeretettel köszöntök ezen a helyen, és tudom, hogy szívetekben nagy vágy van Isten igéje meghallgatására, és nem csak meghallgatására, hanem cselekvésére is. Tegnap arról volt szó, hogy milyen nagy ajándék nekünk a Szent Biblia. Hogy milyen nagy ajándék az, hogy nekünk kezünkben van az írás, és hogy olvashassuk a Bibliát, van ilyen fordítás, olyan fordítás, és szívünkbe zárhassuk ezeket az igéket. Hogy milyen nagy ajándék ez. Az Úr Jézus Krisztus idejében az emberek tömegekben követték az Úr Jézus Krisztust, azért, hogy abból, amit ő mond, amit az ő ajkából jön az ige, hogy nyerjenek legalább valamit. És ezért tolakodtak egész hozzája minél közelebb, hogy valamit abból az igéből nyerjenek számukra. Nem volt bibliájuk, nem volt mindenkinek otthon tekercs, hogy lehetett volna ebből olvasni és tanulmányozni. Egyszerűen nagy kegyelem, hogy a mi kezünkbe Isten ajándékozta a Szentírást, a Bibliát. Testvérek, legyünk ezért nagyon hálásak. Én nagyon szeretem a Bibliámat, és már annyi Bibliám tönkrement, azért, mert forgatom, nyitogatom, szolgálok belőle, olvasom, és egyszerűen van egy olyan Bibliám is, amit már, bocsánat, marhabőrbe bele kötöttem, de már az a marhabőr is elkopott és tönkrement, azért, mert egyszerűen a kezeim simogatásával lekopott, tönkrement. Ezt csak azért mondom, testvérek, hogy nagyon szeressük a Szentírást, nagyon szeressük a Bibliát, és forgassuk és lapozzuk, mert benne van elrejtve az a élet, amit az Úr Jézus fölkínál nekünk. Olvassuk, és hadd szóljon hozzánk személyesen a Szent Biblia.
Nagyon örülök, olyan nagyon jó tudtam pihenni az éjszaka. Tudom, hogy imádkoztatok, értem, és úgy érzem, hogy egészségesebb vagyok, mint amikor eljöttem Miskolcra. Úgyhogy csodálatos Istennek drága igéje az, hogy valóban gyógyító ereje van Isten igének, mikor Istentől származik, mikor az ő szócsövévé válunk, akkor ez a ige nem csak másokat gyógyít, hanem azt is gyógyítja, aki szólja az igét. Úgyhogy köszönöm a testvéreknek a imád támogatását, és érzem azt, hogy valóban Isten kegyelme tart engem, és támogat, és úgy imádkoztam, hogy csak valahogy kibírjam vasárnapig, de úgy érzem, hogy most vasárnap még jobban érzem magam, mint pénteken. Úgyhogy dicsőség Istennek ezért is, hálás vagyok neki. Testvérek, szeretném a figyelmünket az igére fordítani, és a mi témánk, délelőtti témánk a szabadítás szolgálat és a gyógyítás szolgálat. Annyira bő és annyira sokat mondó ez a téma, testvérek, hogy nagyon könyörögtem az Úr Jézushoz, hogy honnan is kezdjek neki, azért, mert az én szolgálatom az ahova megyek, a Európa akár melyik államába vagy részébe, ahova küld az Úr Jézus, akkor mindenütt szükség van erre a szolgálatra, a szabadítás szolgálatára. És nagyon sokszor azt tapasztalom, hogyha megszabadulnak az emberek ezekből a szellemi megkötözöttségekből, akkor beáll a fizikai gyógyulás is. Egyszerűen Isten munkálkodik, és sok szabadulásnak a következtében a fizikai gyógyulás is bekövetkezik. Nem mindig ez így van, de alapja ez. Példát mondok, egy asszony járt a mi városkánkba is, és nagyon szomorú volt, mert rákbeteg volt, és azt mondták az orvosok, hogy megvan neki számlálva, megvannak a napjai, és hát nagyon szomorú volt, kilátástalan volt a helyzete, nem volt hívő, járt templomba, de egyszerűen nem találkozott személyesen Jézus Krisztussal. És akkor valaki azt mondta neki, hogy ne szomorkodj, menjél itten be ebbe a házba, itt van egy lelkipásztor, fog érted imádkozni. És ő azt mondja, hát de én katolikus vagyok, hát én értem is fog imádkozni. Menj be, ne félj, ez kommunistákért is imádkozik. Menj be. És akkor azt mondja, hát a kommunistákért is imádkozik, akkor bemegyek. Bejött, és akkor azt mondja, tulajdonképpen nem is tudom, hogy mit akarok, miért is jöttem be, de azt mondták, hogy jöjjek ide be, mert hát nagyon szomorú vagyok. És mondom, tessék, üljön le, mondja el, mi a gond, mi a probléma. Elmagyarázta, hogy mennyire szomorú, hogy azt mondták az orvosok, hogy megvannak számlálva a napjai, és hogy nagyon súlyos az ő rák helyzete, betegsége. És akkor láttam, hogy ez az asszony elsősorban lelki gyógyulásra van neki szüksége. Nem fogtam neki mindjárt imádkozni az ő fizikai gyógyulásáért, hanem azt mondtam, én tudok egyetlen egy orvoságot, amely jó minden betegségre és minden megkötözöttségre, minden bánatra, minden szomorúságra. És azt mondja, hogy mi az? Mondom, hát az Úr Jézus Krisztust. Ezt befogadtam az én szívemben, és életemben ő munkálja bennem a gyógyulást, a szabadságot és a boldogságot. És mondom neki, hogy ha akarná, hogy ő is befogadhassa az Úr Jézus Krisztust. És akkor azt mondja, hogy hát ő minden vasárnap befogadja őtet, és én mindjárt nem értettem, hogy hogyan ezt gondolja, mondom, és ezt hogy gondolja, hogy minden vasárnap fogadja be az Úr Jézust. Azt mondja, hogy hát mikor a pap osztja azt a ostját, akkor, hogy hát én elveszem, és akkor befogadom az Úr Jézust. Ja, mondom, igen, most már bértem, magának a gyomrába megy, de az Úr Jézus nem a gyomrunkba kell befogadni, hanem a szívünkbe kell befogadni.
És azt mondja, azt még hogyan? Hogyan kell? És akkor azt mondja, hogy mondom neki, hogy hát ha valóban akarja, akkor fogom magát vezetni a megtéréshez, és az Úr Jézust behívja a szívébe, és elfoglalja a szíve trónját, lerajzoltam neki az emberi szívet, és mikor mindezt megértette, imádkoztam vele, befogadta az Úr Jézus Krisztust az ő szívébe, megszabadult az ő szomorúságától, aggodalmaitól, és akkor, mikor láttam, hogy milyen hite van, mennyire hittel, Isten lelke rátette az ő pecsétjét, hogy valóban ő hittel tudott közeledni Istenhez, akkor ráparancsoltam az Úr Jézus drága nevében a betegségre, hogy te most már nem fogsz uralkodni e felett a test felett. Idáig hatalmaskodtál e felett a test felett, de ezután már nem te vagy az Úr ennek a testnek, megdorgállak az Úr Jézus nevében, te betegség, és meghirdetem, hogy Jézus ennek a testnek az Ura, és te alárendeled magad betegség Jézus Krisztusnak, legyen meg az Úr Jézusnak az akarata. És csodálatos volt, testvérek, hogy olyan boldogan elment ez az asszony, és egy év múlva hozta a bizonyítékot arra, hogy teljesen egészséges, hogy elmúlt. Egyszerűen hozta az orvosi bizonyítékot arra, hogy meggyógyította őt, tehát az Úr Jézus Krisztus. Mai napig is él, szereti az Úr Jézust, követi az Urat, és hűséges az Úrhoz. Úgyhogy lássuk, testvérek, hogy nem mindig rögtön abban rejlik a megoldás, hogy a gyógyítás, ha valaki jön azzal, hogy én beteg vagyok, akkor rögtön hát gyerünk, akkor imádkozunk a betegségért. Az Úr Jézus Krisztus is, mikor odaállt a guta ütötthöz, és ránéz, akkor azt mondja, hogy megvannak bocsájtva a te bűneid. Először oldotta ennek a guta ütöttnek, oldotta az ő bűnös helyzetét. Testvérek, a bűnöknek bocsánata az már egy megoldás, és mikor ő rájött arra, mikor ő megtapasztalta azt, hogy a lelkéről egy hatalmas nagy kő leesett, egy hatalmas teher leesett, a bűneinek a terhe, testvérem, akkor már kész volt arra, hogy Isten a további dicsőségét is rajta megmutassa. És akkor az Úr Jézus szólt, hogy keljen fel, és megtörtént, és megszabadult, és meggyógyult ez az ember. Hogyan történnek, szeretnék most beszélni arról is, hogy hogyan történik a megkötözöttség, hogyan jön be egy ember életébe a megkötözöttség. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudjunk résen állni, és tudjunk vigyázni arra, hogy nehogy mi is belekerüljünk, mert egy hívő ember, és még Szentlélekkel telt ember is, és juthat egy olyan helyzetbe, ha nem figyel oda, nem figyel az Úrra, és nem odafigyelő, akkor beleeshet egy helyzetbe, ahol megkötözve van, és később még meg is szállhassa őtet a gonosz. Voltak mindenféle tanokat, hallottam, hogy egy keresztény hívő ember nem lehet megszállva, hogy nem lehet megkötözve, nem lehet megszállva, és így tovább, testvérek, de ez nem így van. Ha valóban keresztény hívő, és nem csak idézőjelben, hanem valóban az Úrra figyelő, akkor ez nem történhet meg. De a gyakorlatból nagyon, nagyon sokszor tapasztaljuk és lássuk, hogy vannak keresztény hívő testvérek, akik a gyülekezetben tudnak nagyon odafigyelni az Úrra, de mikor a hétköznapba belemennek a hétköznapi életbe is, a küzdelmekbe, a harcokba, akkor nagyon sokszor megesik, hogy nem figyelnek az Úrra, és nyitnak olyan ajtókat, és olyan helyzetek nyitódnak számukra, ahol először a gonosz megfogja, aztán megkötözi, és mikor ő élete területeit több részen le tudja foglalni a gonosz, akkor már megszállottságról beszélünk. Úgyhogy
Hogy történik ez? Először, ha akarunk szabadulásról beszélni, a szabadító szolgálatról beszélni, először beszéljünk arról, hogy történik, hogyan megtörténik az ember életébe az, hogy meg van fogva, meg van kötözve, és meg van szállva. Péntek este olvastuk azt a igét, ha jól emlékszem, hogy arra vagyunk elhivatva, hogy ezeket a sátán bástyáit, hogy lerontsuk. Hogy ez a valami bástyákról beszél, amiket a sátán fölépít az emberekbe, és akkor ez a szabadító szolgálat, ezeknek a bástyáknak, a sátán bástyáinak a lerontása. No, meg kell figyelni, hogy miből áll össze egy ilyen bástya. Az olyan kövekből, egy ilyen nagyobb, kisebb darabokból, amelyek egymásra vannak építve, és egy ilyen bástya ilyen kövekből föl van építve, és akkor keressük meg, hogy hol van az ember életében, hol vannak azok a kövek, mik azok, és hogyan jutnak be az ember életébe. Tudjátok, ha nem áll résen a hívő ember, akkor a sátán ő nagyon gyorsan megfigyeli, hogy nem vagy odafigyelő ember, nem vagy odafigyelő testvér, és akkor hoz magával egy ilyen nagy követ, egy ilyen nagy kváder, nem tudom, hogy mondják ezt magyarul. Hogyan? Egy szikladarabot. Megfogja, és akkor ő azt figyeli, hogy te nem figyelsz oda, akkor szépen, csendesen bemegy ezen a résen a te szívedbe, és azt mondja, hát nem is annyira szerető ez a gyülekezet, ugye? És akkor behozza a szeretetlenségnek a kövét, vagy a kétségnek a kövét, ugye? Leteszi, és akkor úgy elsuhan, és megint gondolkozok tovább. Hát az a testvér nem is figyelt meg, kezet se adott, hát minek is oda járok, ugye, hozza a másik követ, és lerakja a köveket bennünk, testvérek, a mi gondolatainkban. Egyszerűen annyira észrevehetetlenül jön be az ördög, és annyira szinte úgy símogat bennünket, hogy sajnálgat bennünket. Látod, milyen szegény vagy. Jársz már abba a gyülekezetbe, még kezet se adnak, még nem is figyelnek meg. És úgy behozza ezeket a dolgokat, és lealapozza benned, és szinte már meg vagy győződve, mikor lealapozza a kételjeidbe a közösségről való véleményedet, akkor szinte nem is veszed észre, de már megvan alapozva az a vélemény, hogy nincs a gyülekezetben szeretet, nincs összetartás, nincs ez, nincs az, és már szépen erre tovább viheti a sátán a többi követ. És akkor majd én megmondom annak a testvérnek, ugye? És akkor, mert hát valami irritál engemet, akkor majd elmegyek után, majd én személyben mondom, ugye? És akkor elkezdenek a viaskodások, elkezdenek a húzavonák, elkezdenek a fájdalmak. Ha nem figyel oda az Úrra az ember, nem is veszi észre, hogy ez a sátán tud nagyon gyorsan is munkálkodni, és nagyon gyorsan föl tud építeni ilyen bástyákat az embernek a gondolkodásába, de van olyan, hogy nagyon lassan kialakul az emberben, és tudja a sátán azt, hogy van nekem időm, majd én megfogom, majd én megvárom, majd én egyszerűen körül építem ezt az embert, és ha nem figyelsz oda, nem figyelsz oda az Úrnak, mert az Úr Jézus mindig figyelmeztet, az ő lelke által azt mondja, ne gondolkozz így, hát mit mond az ige? Meg kell bocsájtani, a nap le ne menjen a te haragod feled, egyszerűen oldozd meg a te dolgaidat, de te nem figyelsz oda, mert téged jobban símogat a sátán, mikor azt mondja, de téged nem vesznek figyelembe, hát figyeld, milyen szeretetlenség, ugye is? És egyszerűen ez a belső küzdelem, harc mindig a kudarcba fúl, akkor mindig megint egy szikladarabot letesz a gonosz, és egyszerűen nem figyelsz oda az Úrra, és
veszed észre, hogy egyszerűen nincs erő a szolgálatra, nincs erő már arra se, hogy hogyan megyek a testvérhez és kezet adjak, hogy megáldjam őted, vagy rákérdezzek, hogy van testvérem, vagy mint vannak a te dolgaid. És egyszerűen már annyira fölhatalmaskodik, hogy, és tudjátok, amikor fölépíti Sátán a bástyáit, akkor odaáll, és azt mondja, na mostan én fogok innen dirigálni. Tudjátok, akkor már le vannak foglalva azok a részek, ami hatalmaskodni kezd a gonosz. Itt már nem megkötözöttségről van szó, itt már a megszállásról. Mikor már odaáll a gonosz, és azt mondja, én fogok diktálni, akkor már egy megszállottságról van szó. Elmondta az egyik testvérem, hogy hogyan őtet leállította az Úr ebben a gondolat folyamatban, és elmondta, hogy ő is ilyen bántást érzett, hogy valaki úgy megbántotta a közösségbe, és javította a kerítést, és a drótkerítést, és akkor, ahogy javította ezt a kerítést, akkor úgy magába mondogatta, majd én megmondom annak a testvérnek, és drótozta azt a drótot, csavarta a drótot, és majd a sarkára lépek neki, majd én megmondom neki. És ahogy csavarta, akkor kiugrott az a drót, és a körme alá, majdnem, hát olyan mélyen, hogy majdnem az egész körme alá csúszott az a drót, és az, jaj Úr Jézus, nem mondok neki semmit. Megértettétek, testvérek? Nagyon egyszerű. Olyan volt ez a bizonság, hogy én nekem olyan volt, mint... Lássátok? Figyelmeztet az Úr. Nagyon sokszor figyelmeztet az Úr. Volt olyan helyzet, hogy egy házaspár egyszerűen leesett a balkonról a gyermek. Dicsőség Istennek megmaradt ez a gyermek, és semmi következményei ennek nem voltak, de látom, hogy az Úr figyelmeztet. És gondoljátok, hogy ez a házaspár odafigyelt az Úrra? Nem. Most már válás helyzetben vannak. Egyszerűen, és még most sem nem figyelnek az Úrra, hogy már mennyire hatalmaskodik a gonosz az ő életükbe. De az Úr figyelmeztet. Figyelmeztet. Volt olyan, mikor nem jó úton indultak a testvérek el, és mentek autóval valamilyen olyan helyre, ahol valamilyen braunhalmizmus, valamilyen ilyen tanok voltak, és ők azt nem ismerték, de hát meg voltak hívva, és akkor mentek, és az Úr szeretete azt tette, hogy olyat csúszott az autó száraz úton, hogy teljesen ellenkező felébe fordult a kocsi. És semmiből. Azt mondja a testvér, hát ha az Úr megfordított, akkor mink oda ne menjünk. És így megmentette őket az Úr attól, hogy belementek valamibe, amit nem ismertek, és az Úr szól. Egyszerűen az ő szava sok képen, persze elsősorban szól az ő igéje által. Másodszorban figyelmeztet a mi lelkiismeretünk által. Szól Sándor, Marcsi, Zsuzsika, nem kellene így gondolkozni. Egyszerűen állj meg a te gondolkodás menetedbe. Térj meg ebből. Ez nem krisztusi gondolat, ez nem krisztusi karakter. Állj meg. De ha nem áll meg az ember, akkor már le van megint téve egy kő, amit a Sátán letesz. Testvérek, mind ameddig még építi föl a Sátán az ember életébe ezeket a bástyákat, addig megkötözöttségről beszélünk. De már minél, tudjátok, a megkötözöttségben is vannak fokozatok. Itt még van szabadulás, itt még hívhatod az Urat segítségül, de mikor már egy megszállottság van, mikor már megszáll a gonosz, mikor már azt mondja, nem fogsz imádkozni, csendbe leszel, elveszett ember vagy, és már nincs kegyelmed, értitek, testvérek? Annak az embernek egyszerűen odaáll a gonosz, mikor már meg van szállva, és elveszi minden esélyét arra, hogy ő könyöröghetne és hívhatná az Urat segítségül. Itt már egy megszállottságról beszélünk, ahol valóban Isten kegyelme és Isten
erejének kiáradására van szükség. Nagyon figyeljétek meg Isten kegyelmének és Isten erejének, mert az kegyelem, nem minden megszállt ember az Úr Jézus Krisztus idejébe se szabadult meg, de az, aki megszabadult, az megszabadult azért, mert kegyelmet kapott. Azt mondja az Úr, kegyelmezek, akin kegyelmezek. Úgyhogy hogy ez valóban, ezért vannak a kegyelmi ajándékok, ahogy mondtam is tegnap, testvérek, hogy a kegyelmi ajándékok nem úgy működnek, hogy mindegy automata akarok egy cukor nélküli kapucsinót, akkor ezt a gombot és megnyomom, és akkor enter, és akkor ugye, és akkor kiesik a pohár, és akkor megvan, amit akarok. Megvan a gyógyulás, megvan a szabadulás. Nem így működnek. Kegyelem. Tegnap elmondtam, hogy volt ember, akiért imádkoztam, aki valóban rákos volt, és már úgy nézett ki, hogy megvannak számlálva a napjai, és harmad napjára már futkosott az udvaron, mert az Úr Jézus adott neki kegyelmet. De volt olyan is, hogy imádkoztam, és még nagyobb hittel, és még nagyobb reménységgel, és harmad napjára eltemették. Egyszerűen ez kegyelem. Kegyelmi ajándékok, testvérek, az azt jelenti, hogy nem mink döntsük el, hanem kegyelemből. Azért kell annyira megalázkodni Isten előtt, hogy Isten kijelenti az ő akaratát, kijelenti az ő vezetését, és ha ő azt mondja, hogy meggyógyul, akkor meggyógyul. De volt olyan is, hogy azt mondta az Úr, hogy meghalsz és vége. A Ótestamentumban, és meghalt a gyermek is a Dávidnak, és ott henterget, és ott volt a Dávid a földön, a porba, és azt gondolta, hogy azért, hogy ezt ő fogja csinálni, akkor Isten megváltoztassa véleményét, és Isten nem változtatta véleményét, mert ő kegyelmez, akin kegyelmez. Testvérek, és azért van sokszor ilyen hitben való csalódások, vagy csalódás érzések az emberekben, mert egyszerűen úgy építik fel a hitüket, ahogy nem mondja az ige. Az ige egész tartalmába az igét kell venni, és meg kell látni, hogy valóban ki a mi Urunk, ki az mi Istenünk. Gondoltam, hogy azért mondja Pál, hogy kegyelmi ajándékok, hogy ilyen kegyes beszéddel akarja úgy körülvenni, hogy kegyelmi ajándék, ugye? De nem, ez valóban úgy van, hogy a ajándékok úgy működnek, hogy Isten kegyelme által. Ez Isten kegyelme. És ha az Úr azt mondja nem, akkor nem. Lehet, hogy nem egyeztek benne velem, de ott van a pálapostolnak a példája, ugye? És azt mondta, hogy hányszor könyörögtem, imádkoztam azért, hogy vegye el tőlem, és pedig a sátán angyaláról volt szó, ugye, hogy vegye el tőlem ezt az Úr, és mit mondott az Úr neki? Elég nékem a te, néked az én kegyelmem, ugye? Dicsőség Isten. Lássátok, megint kegyelemről van szó, úgyhogy valóban, amikor a csoda, szabadulások, a gyógyulások történnek, ez a kegyelem kérdése. No, kell egyet tudni, testvéreim, hogy Isten a kevélyekkel ellenáll, ellenkezik, és a alázatosoknak kegyelmet ad. No, testvérek, ez a titok. Igyekezzünk alázatos szívre. Testvérek, keresem az Urat, és higgyétek el, hogy olyan sokszor jön a sátán, és úgy meg akar simogatni engemet, és azt mondja, no, jó, prédikáltál, no, jó, no, de tudod, távozz tőlem, sátán. Távozz tőlem, sátán. Nem. Én tudom, hogy mindent, amit adott az Úr Jézus, övé. Övé a szó, övé a szókincs, övé a dicsőség, és minden az övé. És át kell adni a dicsőség, meg kell alázkodni, mindent le kell tenni a porba, le kell tenni a szívemet a porba. És nagy kegyelembe részesülök. Nem azért, testvérek, hogy talán hát így kiszámítom az Úrnak a szeretetét. Nem. Tudom, hogy Isten gyönyörközik
az alázatba, a megtört szívekbe, testvérek. És ha ezzel a lelkülettel, ezzel a szívvel, ezzel a gondolattal, ezzel az érzelemmel közeledek Istenhez, akkor Isten nem csap be engemet. Vannak emberek, akik a szabadulásra és a gyógyulásra használják az Úr nevét. És ez vigyázni kell ezen a téren, mert azt mondja az Úr Jézus Krisztus, hogy lesznek, akik majd azt mondják, hogy hát nem a te nevedbe gyógyítottunk, nem a te nevedbe démonokat űztünk, nem a te nevedbe ezt tettünk és azt tettünk. Testvérek, és valaki azt mondja, hát hogy lehetett ez? Hogy lehetett ez, hogy ezt tettek, és még működött, még hát működtek is a dolgok azért, mert hát nem mondja az Istennek, hogy hát ezt tettünk, és nem tettünk. És tették, és működtek a dolgok. És azt mondja az Úr Jézus, hogy nem ismerlek bennetek, erígyetek el, gonosz cselekvők. Testvérek, van egy különbség a szolgálatban. Mikor én használom Jézus nevét, mikor olyan hitem van, és olyan felismerést kapok és nyerek, hogy én a Jézus nevét használom, és valóban egy autoritás, mert Jézus Krisztus neve egy hatalmas autoritás a szellemi világban. És valaki ezt fölismeri, és elkezdi használni Jézus nevét úgy a szabadulásokra, úgy a gyógyításokra, és egyszerűen működnek is a dolgok. Hogy létezik, hogy végül azt mondja nekik az Úr Jézus, nem ismerlek benneteket. Testvérek, az volt a probléma, hogy ezek az emberek az Úr Jézus nevét használták föl a szolgálat, ezekre a szabadításokra, de nem az Úr Jézus használta ezeket az embereket. Akit Jézus használ, azt Jézus, az Úr Jézus ismeri. Ez nagyon nagy különbség, hogyha én használom Jézus nevét, mert a szellemi világban Jézus neve hatalmas, egy autoritás. De ez a fontos, hogy engem használjon Jézus. És mikor tud engem használni? Ha alázatba, ha alá vagyok rendelve az ő kegyelmének, mikor a kegyelmi ajándékok, nekem is kegyelmi ajándékok, mikor nem úgy állok hozzá dolgokhoz, hogy én vagyok az Úr, és te, Jézus, akkor csináld a dolgokat, hanem mikor azt mondja az Úr Jézus, Sándor, menj és csináld. Fülebb, menj arra az útra, és ott azon az úton, ott lesz egy valaki, akihez majd oda fogsz csatlakozni, és majd cselekszel. Lássátok, vannak, akik Jézus nevét használják, ugye, az ajándékokba, és vannak, akiket Jézus használ, és mégis az ajándékok megnyilatkoznak. Ez nagyon nagy különbség, testvérek, és itten ezért, tudjátok, ez nem nagyon tetszik ez az evangélium, nem nagyon tetszik ez a tanítás azoknak, akik nem tanulnak meg figyelni az Úr Jézus Krisztusra, nem tanulnak meg figyelni az ő vezetésére. Mert azt mondják, muszáj ennek működni, és akkor muszáj. Volt olyan helyzet, mikor valaki imádkozott, muszáj, Uram, hogy add, mert te megígérted, muszáj, hogy add. És én azt mondtam, nem muszáj. És akkor vége volt a imának. Mondtam, hát hogy mondod, hogy muszáj? Hát Úr Jézus neked a szolgád. Hát te vagy az ő szolgája. Neked kell valamit muszájni, ugye? Neked kell... Hogy rendeld alá magad. Elnézést kérek, testvérek, tovább lépünk ezekben a dolgokban. Akkor mostan hogy történik a szabadulás? Elsősorban szeretnék figyelmet fordítani nem is annyira a megkötözött, vagyis a megszállott emberre, megkötözött emberekre, hanem mostan a szolgálókra. Azért, mert minket ez a probléma illet, hogy szolgálók vagyunk, és hogyan jutunk ahhoz a kegyelemhez, hogy egyáltalán egy szabadító szolgálatot végezhetünk.
Ez egy nagyon fontos pont, mert hiába tudjuk, hogy szabadul az az ember, ha nem tudjuk, hogyan válunk alkalmasakká arra, hogy ezt a szabadítást végezzük, akkor nem értünk el semmit. Kérdeztem az Úr Jézus Krisztust, hogy hogyan, Uram, hogy juthat oda az ember, hogy ilyen szabadító szolgálatot, és Isten erejében végezheti ezt a szolgálatot. És mikor figyelem az Úr Jézusnak a életét, úgy látom, mintha minden cselekedet, minden el lett volna készítve, és egy forgatókönyv, így mondják magyarul, ugye, szenár, egy forgatókönyv lett volna elkészítve az egész Jézus Krisztusnak a cselekedetei és az életére. Nem figyeltétek meg? Megy, az Úr Jézus megy ide, ott már leül, oda jön az a asszony. Egy csodálatos beszélgetés jön létre, ami annyira meggazdagítja a hívő ember életét. Vagy az van megírva, hogy muszáj volt menni erre, vagy arra neki. Hát miért muszáj volt neki? Ez a forgatókönyv, úgynevezett forgatókönyv, el volt készítve számára. És akkor azt mondtam, drága Úr Jézus Krisztus, ez csak a te életedre volt elkészítve, vagy a mi életünkre is el van készítve. És megtaláltam a Efézus 2:10-ben, azt megtalálhassátok ti is a Bibliában, az van megírva, hogy el vannak készítve, már el vannak készítve a cselekedetek. Képzeld el, hogy milyen nagy vétek az Úr Jézus előtt, ha te nem jársz az ő cselekedeteiben, amit ő elkészített számodra. Akkor miben jársz? Akkor éled a magad életét. Akkor egyszerűen nem vagy engedelmességben az Úrban, hanem te a magad kívánságait, magad vágyait, magad életét éled, és nem éled a Krisztus életét. Az az ember, aki nem jut erre a pontra, hogy beleáll abba az ütembe, abba a ritmusba, amit a karmester is láttátok, hogy szépen intet, és mindenki egyszerre, ez egy ütem, amiben ha valaki nem áll bele, akkor már, ha később áll bele, akkor már kiesett, az már ne énekeljen, mert roncsa az egészet, ugye? De milyen szép az, mikor, és ez el van készítve, ez a karmesternek a intése, ez a ritmus, ez a életritmusa el van készítve az Úr mindenki számára, testvérek. Ez egy csodálatos dolog. Mint a vonat számára a sí. Így van, így van. Hogyha, és akkor azt mondtam, Úr Jézus, hogy lehet beleállni ebbe az ütembe? Hogy lehet? És akkor azt mondta, figyeld, mi történt velem. Akkor látom, hogy az Úr Jézus Krisztus megy a Jordánhoz. A János azt mondja, ó, nem, ne így. Az Úr Jézus, nagyon legyorsítom ezt a forgatókönyvet, jó? Vagyis ezt a történetet, hogy megértsük. Az Úr Jézus azt mondja, János, most ne a te tekintélyed. Nekem most az atyám tekintélye fontosabb, azt, amit a atya akar tőlem. És bemerítkezett. És mikor a Szent Lélek betöltötte őtet, akkor hallatszott egy hang, amely azt mondja, hogy te vagy az én szerelmes, ez az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. És ez egy bizonság. Jézus tett bizonságot az ő atyáról, és az atya is tett bizonságot őróla. Egyszerűen sokan elkerülik a Jordánt, sokan elkerülik a felnőtt keresztséget, és akarják megnyerni Isten kegyelmét, és szeretnének beleállni abba a ütembe. És hol állsz bele abba a ritmusba? Ugye valahol elején kell, a énekesek is szépen az elején kezdték meg. Az első betűtől, az első intéstől odaálltak, és szépen nem volt káosz, hanem szépen elénekelték, elmondták azt, amit kellett. És így van a hívő ember életében, ha akarsz beállni abba a ritmusba, akkor kell követni a te uradat. És ő hol kezdte? Ott a Jordánnál. Engedelmesség. Megnyilvánította
teljes engedelmességét, még nem is a barát, nem is a jó barát, nem emberi tekintélyek, hanem teljesen letette, hogy ő neki legnagyobb a tekintélye az ő atyának a tekintete. Testvérek, ez nagyon fontos dolog. Ha neked valaki vagy valami nagyobb tekintély, mint Jézus Krisztus, vigyázz arra, hogy ne juss el oda, ahova ő fog jutni. Mert azt mondja az Úr, hogy a övéi ott lesznek, ahol ő van. De az övéi követték őtet. Követték őtet az újjászületésben. Az azt jelenti, hogy az egy követés, ez egy folyamat. No, legyorsítom. Az Úr Jézus aztán, mikor betelt Szentlélekkel, akkor már valaki azt mondhatná, hogy hát most már mehet ördögöket űzni, ugye? Most már mehet gyógyítani, most már mehet teljesíteni az atya akaratát. Testvérek, még nem. Beszéltünk arról, hogy mit jelent a Szentlélekkel való keresség, de nem beszéltünk még tovább. Az ígéret nem csak az, hogy fog keresztelni benneteket Szentlélekkel, hanem még mivel? Tűzzel. No, lássátok, úgy nem szeressük azt a tüzet, hogy nem is szóltunk róla semmit. Pedig ugyanannyira fontos. Ő fog keresztelni benneteket Szentlélekkel és tűzzel. Valakik azt gondolják, hogy az a tűz, az olyan tüzes vagyok, és akkor kihabálok, és akkor szinte lángolok, ugye? Testvérek, nem. Nem erről a tűzről van szó. A tűznek van egy másik tulajdonsága. Mikor az Úr Jézus Krisztus megkeresztelkedett, szent lélekben merítkezett, mikor beteljesedett szent lélekkel, akkor kiment a pusztába, és ez volt az a tűz. Ez volt az a tűz. Valakinek 40 évig tart ez a tűz, és még mindig nem égeti ki a tűz a salagot az ő életébe, de az Úr Jézus Krisztus 40 napra kiment a pusztába, és azért, hogy belőle minden, hogy arany jöjjön ki, így mondom inkább, hogy arany jöjjön ki ebből a tűzből. Értitek? Mert az aranyat nem azért olvasszák, és nem azért tűzbe teszik, hogy tönkre tegyék az aranyat, hanem megtisztuljon, hogy valóban tiszta arany jöjjön ki ebből a tűzből. Erről van szó, testvérek, mikor a Szentlélek bennünket tűzzel is fog keresztelni, akkor az azt jelenti, hogy aranynak kell kijönni az egészből. A te próbáidból, azokban a nehézségekben, abból a tűzből, amiben belehelyez téged Isten, kijössz mindegy makula, mindegy salagdarab, vagy valóban kijön ez az arany. Tudjátok, arany az nem Aranyos Sándor, hanem az aranyos Jézus, ő az aranyos. Értitek? Azt mondtam tegnap, hogy az újjászületés az nem új Sándor, hanem Jézus az én életemben. Ez nagy titok, testvérek, ha ezt nem értjük meg, akkor fogunk sokat kínlódni életünkbe. Persze Isten a tudatlanságnak a idejét elfogadja, de nem lesz áldásban részünk. Az azt jelenti, hogy mikor beteljesedünk szent lélekkel, szent szellemmel, akkor még jön következik még a tűz. Mert ez is ígéret. Ha várja valaki, hanem egyszerűen jön a tűz, jön a megpróbáltatás, jön a puszta, jön az a idő, amiből ebből a kemencéből, ebből a tűzből ki kell, hogy jöjjön az arany. És meglássuk, hogy milyen csodálatosan jött ki az arany. Azt mondja, megéhezett 40 nap után is, azt mondja a sátán neki, hogy ebből a kőből, hát mondd ezeknek a köveknek, ugye? És akkor az Úr Jézus azt mondja, legyőzte a testnek a kívánságait. Testvérek, minden rész, életünk minden része, a testnek minden kívánsága a központja, ami gyomrunkban van. Az Úr Jézus Krisztus azt mondta, nem csak kenyérből élve lesz az ember, hanem minden igéből, ami az Úr szájából jön. Az azt jelenti, hogy ez a egy rész már a tűzben megpróbált volt, testvérek. Ez a kísértés, ez egy tűz.
A kísértések sok módon jönnek, sokszor szeretetlenség által, vagy elvetettség által, vagy valami más kínálatok által jönnek kísértések a hívő ember életében. Mindegy, ennek sok formája van, de három fő része van ezeknek a kísértések. A test kívánsága, ami a központ, a gyomor, aztán az, hogy én valaki legyek, mert azt mondja, hajolj meg előttem, és én neked adom a világ királyságait. Te leszel valaki, ugye? És mikor nem fogadta el ezt az Úr Jézus Krisztus, akkor megint kijött az aranyból a második rész. A életnek minden dolgaiba, amikor az ember annyira odafigyel, hogy hát azért hát ne legyek egy utolsó valaki, vagy ne nézzenek rám, mint egy szemétre, vagy ne legyek egy rongy valakinek, ugye? És ez minden emberben benne van, hogy nem akar kilógni a sorból. Egy mondattal mondom így el. És mikor a harmadik rész, tudjátok, az mindig értelemnek, annak, hogy van-e értelme a dolgoknak, amit én csinálok, akkor ez megint egy harmad, életünknek egy harmadát elfoglalja. Van értelme a te imádkozásodnak? Van-e értelmet a te igyekezetednek? Van-e értelme a gyülekezetbe járásnak, vagy a te családodba, a főzésnek, a takarításnak, egyszerűen a te munkahelyednek? Minden a világon, egyszerűen, ha bele tudnál foglalni ebbe, akkor meglátod, hogy egész, megint egy harmadát az életedben. Ez a benső harc. És azt mondja a sátán az Úr Jézusnak, ugor le, majd az angyalok elvisznek. Egyszerűen megfognak, és nem történik semmi. Nagyon szomorú eset történt most nem régen Magyarországon, a napokban történt, hogy egyszerűen egy testvérnő olyan kísértésbe esett, hogy fehér ruhába öltözött, és felakasztotta magát. Rettenetes, hihetetlen, de most a napokban történt ez a dolog. Testvérek, ez egy kísértés. Egy olyan kísértés volt, hogy hát ugor le, egyszerűen fejezd be, és majd az angyalok elvisznek. Még fehér ruhába is öltözött azért, hogy ő egyszerűen ő nem bírja eztet, és majd az angyalok elviszik Isten dicsőségébe. Be van csapva, egyszerűen ebből nem arany jött ki. Ez egyszerűen nem ítélkezem, hanem lássátok, nagyon sokszor kérdezzük, van annak értelme, amit én csinálok? Karmester testvér megkérdezi magától, hogy van annak értelme, hogy én ennyit investálok, ennyit igyekezek, és még mindig vannak olyan hangok ottan, ami kaparják a fülemet, ugye? És így tovább. Bocsánat. Egyszerűen mindenki, egy gyermek, ugye van értelme annak, hogy járok iskolába, van értelme annak, hogy szót fogadok, ugye, és itt mindig mérlegel az ember, minden emberben, úgy a kicsiben, úgy a idősben, volt értelme, van értelme annak, hogy én ennyi gyereket fölneveltem, és mostan rám se nyitnak, és így tovább, és így tovább. Testvéreim, egy prédikátor, mikor végre ér az ő szolgálatának, és mikor fogják őtet, és úgy félreteszik őtet, és azt mondja, hát már úgy remeg a ajkad, hát már ne beszélj már nekünk, már vannak fiatalabbak, akik már szebben, jobban mondják, akkor már ülj le, ugye? És akkor fölmerül egy idős prédikátor, én is már nem vagyok fiatal, nem festettem át a hajamat, én is már őszülök, egyszerűen is. Ott van én életemben is az, hogy mérlegelem, hogy minek van értelme, és minek nem. Fiatalabb voltam, testvérek, én olyan butaságokba, olyan nagy örömmel belementem, aztán azt gondoltam, hogy Isten dicsőségét munkálja, de most, testvérek, ha én belelépek valamibe, belemegyek valamibe, én annyit imádkozok, én annyit könyörgök, Uram, ne csapjon be a gonosz, hogy annak a szolgálatnak, annak az utamnak, annak, amit én teszek még, ami hátravaló időm van, hogy annak értelme és gyümölcse legyen, és az a te dicsőségedre legyen. Tudjátok, milyen benső harcom van? Nem tudom, hány napom van. Mikor mentem ide, azt mondja a doktor, tüdő embóliája van. Egyszerűen ez akármikor elindulhat és vége lehet.
vízbe úszik, ugye, és itt. Én tudom, hogy az Úr Jézus hatalmas, ő tudja meggyógyítani a dolgokat, de egyszerűen az Úr Jézus egyszerűen azt mondhassa, elég. És most gondolj bele, hogy belemegyek egy olyan, belenyomom a fejemet egy olyan járomba, amit nem az Úr tett rám, hanem hát ne mondják az emberek, ne mondják a szomszédok, hát mit majd mondanak? Hát majd mondják, persze, azok fogják mondani még akkor is, ha jót csinálsz, még rosszat is, akkor is a magukét fogja. De mit mond majd az Úr? Én mindig most már arra figyelek, nem mit fognak mondani az emberek, hanem mit fog mondani az én Uram. Hogy ne legyek csalódva, hogy ne legyen az, hogy milyen értelme volt az én szolgálatomnak, hogy ne legyen az, hogy jön a sátán és azt mondja, na de most már bugorj le, mert látod, hogy már semmi értelme nincs. Értitek, testvérek? Az Úr Jézus Krisztus még a utolsó percben is meg volt kísérve a kereszten, és azt mondta neki a sátán, gyere le a keresztről, ha Isten fia vagy. Az majdnem ugyanaz, hogy ugor le. Értitek, testvérek? De az Úr Jézus tudta, hogy ott a 40 napi bődben és abban a tűzben, mikor meg volt keresztelve tűzve, ez a salag kiégett belőle. Érted, testvérem, miről van szó? Egyszerűen ez a kísértés nem volt kísértés számára. Egyszerűen nem volt esélye a gonosznak. És én azt kérdezem, van még esélye a gonosznak a te életedben? Az Úr Jézus azt mondja, hogy jön a világ fejedelme, de nem talál rajtam, nincs rajtam semmije, ugye? Vannak fordítások, és nincs rajta semmije. Tudjátok, miért nincs neki semmije? Mert kiégett a salag. Mert tűzzel volt megkeresztelkedve, testvérek. Ez nagyon egy fontos dolog. Nagyon sok helyen nem beszélnek a tűz kerességéről, a Szentlélek kerességéről, igen, Szentlélek betöltekezéséről, igen, de a tűz kerességének a fontossága a te hűségedet munkája, testvérem. Az, hogy kitarsz mind végig. Az, hogy Isten valóban mind végig megtart. Mert azt mondja, légy hű mind halálig, és néked adatik a élet koronája. Ámen. Halleluja. De testvérek, ha ott van a salag, az a salag mindig, még mindig van valamilyen a gonosznak, az a salag a gonoszé, az nem az Úr Jézusé. Arany az Úr Jézus, de a salag az a gonosznak a igénye a te életedbe. És lássátok, az Úr Jézus Krisztus ebben a 40 napban egyszerűen ezt a salagot hagyta kiégetni. És mikor jött a kísértés, hogy levetik, hogy oda szorították már a hegy tetejére, és már csak annyit, hogy no, ugorj egyet, majd az angyalok elvisznek. Mit mond az Úr Jézus? Hát már ide zavartak, akkor már ugrok egyet, nem? Akkor mit tett? Elment közöldük. Figyelembe se. Testvérek, hát annyi igyekezett, annyi munka volt oda zavarni az Úr Jézust arra a hegyre is. És egyszerűen ő még figyelembe se veszi őket, elmegy közöldük. Vécsőség Istennek. Hát akkor mi között te is azokhoz, akik nyomnak és tónak a hegynek a tetejére, hogy már ugor le. Menj el, és hadd ott őket. Egyszerűen mi között hozzájuk? Jézus Krisztus ott hadta őket. És nem ugrott. Az ő véleményük, az ő elvárásukat egyszerűen nem töltötte, mert tudta, hogy ez a salag már ki van égetve az ő életébe. Ezek nagyon mély dolgok, testvérek, és még mindig nem történt meg semmilyen gyógyulás, semmilyen csoda nem jött létre, és még mindig történnek ezek a dolgok. Mikor ez a három életrész, mikor a Szent Szellemnek a hatalma alá kerítette Jézus Krisztus, akkor már nem volt benne salag. Tűzön átment. És az van megírva, amikor elhatta a pusztát, hogy a lélek hatalmában. A pusztába telve szent lélekkel ment, és a pusztáról már lélek hatalmában. Nem az, hogy ő neki volt hatalmába a lélek, hanem ő hatalmába, a lélek hatalmába, igen, terítette, vagyis
alárendelte az életét. Bocsánat. Testvérek, és ezt látom egy nagyon fontosnak, hogy nagyon sokan elindulnak. Semmit abból, amit elmondtam, amit üzen itt az Isten lelke, nem élnek át, nem értik meg, hogy még Sátánnak van rajta valamije, és akkor belemennek a harcokba, szellemi tuságba, harcokba, és egyszer csak gravancon fogja a gonosz, és azt mondja, hogy nekem itt még jogom van rajtad. És megijednek. Azért nagyon sokan nem mernek belemenni a szellemi harcokba, mert valahol sejtik azt, hogy még valami van a Sátánnak rajtuk, és akkor a Sátán megvárhasolja őket a sarok után, vagy gramancon foghassa őket. És nem mennek bele a szellemi harcokba. De testvérek, mikor mi letesszük életünket élő áldozaton, Róma 12:1-2, kérlek, atyám fiai, Krisztus irgalmasságáért, helyezzétek le a ti életeteket Isten oltáráról, mint élő áldozatot. Az azt jelenti, meghaltam, egyszerűen beletettem tűzbe az én egész lényemet, és kiégett a salag, és a Sátánnak nincs semmije rajtam. Értitek? Nem adok jogot, nem adok teret arra, hogy a Sátán valami jogot is tartson felettem. Teszek egy bizonságot nagyon röviden, testvérek. Próbálok már, hát, tudjátok, volt egy olyan időszak életemben, mikor említettem, hogy a szüleim azok foglalkoztak a bortermeléssel, és így tovább, és az édesapámnak a házában mindig volt borocska, és tudjátok, valahogy, mint hogyha az én kóstolóm is egy kicsit belett volna állítva a borocskára. És az apám is azt mondta, hogy fiam, tudod, egészségedre, a Pál is azt mondja Timóteusnak, hogy egy pohár bort meginni, akkor hát tudod, dolgozol, csinálod. Hát én megittam minden nap egy pohár bort. De volt olyan nap, mikor már szomjasabb is voltam, akkor még rányomtam még a másik lábamba is, ugye, azt mondják, hogy... És akkor, testvérek, arra lettem figyelmes, hívő ember létemre, hogy egyszerűen köt engem. Köt engem. Nem voltam részeges, de kötött. Ez a pohár borocska, néha másik is becsúszott, egyszerűen köt engem. Kellett imádkozni a gyülekezetbe, akkor még nem voltam prédikátor szolgálatban, kellett imádkozni gyülekezetbe. Úgy indult el a nyelvem, mintha belennék rúgva, pedig még akkor nem is csúszott le az egy pohár bor aznap. És éreztem, hogy valami köti az én nyelvemet. Képzeljétek, egy alkoholnak a démona már kötötte az én nyelvemet. Egyszerűen nem tudtam. Úgy indultam el az imámba, hogy botladozott a nyelvem, mint hogyha már belennék rúgva. Mikor ezt észrevettem, testvérek, akkor azt láttam, hogy még semmi baj, semmi gond. Még ebből semmi gond, senki még észre nem vette, ezt csak én vettem észre, hogy itt már meg vagyok fogva. Hogy már meg vagyok fogva. Nem voltam részeges, nem voltam alkoholista, de meg voltam fogva. És ez a pont, ahol meg tud fogni téged a Sátán, ez az, amit azt mondja az Úr Jézus, hogy mikor azt mondja, nem talál rajtam semmit, de aki már megvan fogva, azon talál valamit. Az arra igényt és erőt igényel a gonosz. Megfogja őtet. És akkor, mikor láttam ezt, hogy van valamije a Sátánnak az én életemben, akkor eldöntöttem, egy döntést hoztam az én szívemben. Mindörökre eldöntöttem, Úr Jézus, látom, hogy megfogott a gonosz. Kérlek, szabadíts meg a démontól, az alkohol démonától. És én nem teszek erre már alkalmat és lehetőséget, hogy a Sátán engem megfogjon borocskával.
soha többé alkoholt, se sört, se, semmit a számba nem veszek, az úrvacsorán kívül én nem teszek a számba semmit. Én akarlak szolgálni. Egyszerűen letettem a dolgokat. És úgy, hogy... És volt valaki, aki mondta nekem, hogy hát Sándor testvére is, ha beteg is, és a orvos, mondom, azóta már orvos annyiszor mondta, hogy már rég részeges lehetnék, hogy kell egy kis bor, hogy hiányzik, a vérem egy kicsit pirosabb legyen, akkor a bikavérből egy kicsit, ugye? És akkor... És akkor már azóta már alkoholista lehetnék, de azt mondtam, az én vérem az Úr Jézus kezében van, és én lemondok mind arról, hogy ne legyen a sátánnak semmije rajtam. Nem voltam én függő, és nem is vagyok függő az alkoholon. És senkin sem, ezt nem kívánom. De éreztem, hogy itt valamilyen volt a gonosznak, ami valamit lehet, hogy örököltem elődeimtől, azok is szerették kóstolgatni, ugye, akkor valami nekem is becsúszott ebből, örököltem. És akkor az Úr Jézus azt mondta, akarod tartogatni ezt a salagot, vagy ki akarod tenni? És akkor letettem, és nem hiányzik. Testvérek, 20 nem tudom hány, nem számoltam, 25 vagy hány éve már nem volt az úrvacsorán kívül a számba semmilyen alkohol, és nem hiányzik. Nem hiányzik. És ha azt mondaná orvos, hát kell egy kis bor, mert hát meghal. Mondta, hát jó van, közelebb van az Úr Jézus, akkor inkább megyek az Úr Jézushoz. Mert letettem. Figyeljétek meg, egyszerűen letette az Úr Jézus Krisztus azt, amit ott letett abban a pusztában, azt már nem vette föl. Az a salag már kint volt, és az ő szolgálatában egyszerűen most kezdődik az, hogy az Úrnak lelke van én rajtam, és küldve vagyok, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást. No, testvérek, itt kezdődik az, hogy a lélek hatalmában valaki megy. Nem az, hogy ő neki a lélek a hatalmában van, hanem ő a lélek hatalmában van. Az azt jelenti, hogy lélek rendelkezik vele, lélek vezeti őtet, lélek szól, ahogy az én drága testvérem is elmondta, hogy az a proféta a lélek által szólt, és vezette, és beteljesedett. Egyszerűen lélek vezetése, ez egy nagyon fontos dolog a mi életünkben. Ha ott vannak azok a hangok, no most egyél, most igyál, most kóstold, ezt kóstold, most ezt élvez, azt élvez, akkor nem is halljuk meg a lélek hangját. Az Úr Jézus ezeket a hangokat egyszerűen lecsitította, és odafigyelt az Atya akaratára. És nekünk is oda kell figyelni a szolgálatba, a prédikációba, a tevékenységbe, mindig, mindenben, döntéseidbe, testvéren, figyelj a lélek vezetésére, mert lélek téged, a Szentlélek nem fog téged a téves útra, és a bajba, és a nehézségbe vinni, hanem mindig a tághelyre, és mindig a szabadságot munkálja a lélek a hívő ember életében. Akkor most kezdődik a forgatókönyve az Úr Jézus szolgálatába. Nagyon rövid leszek, testvérek, tudom, hogy ez olyan gazdag téma, de ezek nélkül, amit elmondtam, testvérek, nem jutunk oda, hogy megértsük, hogy hogyan kezdődhet a te forgatókönyved, azok a megírt cselekedetek, amelyeket Isten elkészített. Nem érted meg, akkor az olyan, hogy mutatok nektek mézes madzagot, és akkor elmegyek, és ha valaki valóban akarja ezt az életet, az már tudja, hogy hogyan tud oda jutni. Én tudom, azért beszélek, mert nekem az Úr Jézus megmutatta, kijelentette, és ezért megosztom a gyöngyeimet veletek. Mikor az Úr Jézus elhagyta a pusztát, lélek hatalmába indult el, és mindjárt, mikor bejött a Názáretbe, bement a zsinagógába, megnyitotta, megkereste a helyet a tekercsben, ami az van Ézsaiás könyvében megírva, hogy az Úr lelke van én rajtam. Bizonságot tett, megvallotta, egy nyilvános vallomást tett arról, mire hívta el őtet Isten. Testvérem,
te valahol a szívedben rejtegeted a dolgokat, úgy érzed, hogy valamire elhívott Isten, de ezt nyilvánosan ki kell mondani. Hittel, és lássuk, hogy az Úr Jézus nem lépett már többé vissza, nem ment vissza a asztalos műhelybe, ugye, vagy a ács műhelybe, hanem egyszerűen ő elindult, és elkezdődött. És ezt látom, hogy a vallomás, egyszerűen tudomásul kell vennünk, hogy mire hívott el bennünket Isten, milyen célja van. Még nem tudjuk, hogy mi minden fog történni, hol mi minden, de tudjuk, hogy milyen küldetésünk van. Milyen a te küldetésed? Miért küldött ide Isten erre a világra tégedet? Vagyon gyarapíts, hogy leggazdagabb ember legyél a Magyarországon, ugye? És aztán ne tudjál aludni, mert már a tolvajok már járják körül a te házadot, mint zsidók a Jerikót. Egyszerűen, miért? Mi a te küldetésed? Én olyan sok véleményt hallottam még a hívők szájából is, hogy milyen küldetésük van, hogy őnekik kell kereskedni, aztán mikor meggazdagodnak, akkor fogják támogatni a missziót, ugye? És én olyan bambácska voltam, hogy el is hittem nekik. Eljött egy ember, és azt mondja, Sándor, nem adott be a te házadot ilyen hitelnek, vagy zálognak? Zálognak, és kiveszek pénzt, és akkor majd támogatlak a misszióba, majd meg fogod látni, te evangelizálsz, és majd még busz is lesz, még ez is lesz. Hát azt mondtam, hát uram, én nekem nincsenek ilyen ötleteim. Biztos ez a testvér már milyen jókat gondol, ugye? Majd meggazdagszik. Testvérek, majdnem elsuszterozta először a házamat. Másodszor már figyelmeztettek a bankból, Barkóczi úr, ezt ne csinálja. Hát egyszerűen a háza rámehet, ez komoly dolog. Aztán jön a testvér, azt mondja, hát nagyon ledörzsöltem a füleimet, kijöttem a bajból, de Sándor, még egyszer odadnád a házadat, megint fölveszek egy kölcsönt is, és most már biztos megáld engem az Úr, mert ez a küldetésem, ugye? Hát én fölvettem megint egy olyan jármot, azt mondja, jó van, ott van a házam, és menj. És csodálkoztam, elkezdett menni neki a üzlet. Ez az ember a leggazdagabb emberek közé tartozik a Beszterce bányán. Így van? Ismeri az én vejem személyesen. De a missziót mai napig nem támogassa. Mikor bejöttem az irodájába, hogy beszéljek egy kicsit erről a misszió ügyről, akkor ült a bőrfotelokba, azt gondoltam, hogy egy mafiózónak a nem tudom miébe jöttem be, körülnéztem, és ő úgy mosolygott olyan, és azt mondja, no, mire van szükséged, Sándor? Hát mikor ránéztem és láttam azt a helyzetet, azt mondtam, hát most már semmire. És nem is jött rá, szegény, nem jött rá, hogy mire volt szükségem. Mai napig nem jött rá, testvérek. Szomorú. Azt mondta, hogy ez a küldetése. Hát ha ez, majd teljesíti a küldetését. De én küldetésem más. Engem az Úr Jézus nem arra hívott el, hogy anyagiakat, hogy gazdagságot, anyagi dolgokat kaparjak és szedjem össze. Isten meg tud áldani. Én nem azt mondom, hogy szegénynek kell lenni az ember. Isten meg tud áldani. Keressétek elsősorban Isten országát és annak igazságát, ugye Sándor, és a többi megadatik. Ez az én bizonságtételem, testvérek. Ha valaki akar látni egy embert, akiről gondoskodik Isten, nézzetek rám. Dicsőség Istennek. És nem vagyok szomorú, nincs semmiben hiányom, mert mindent kirendelt, és olyan pontosan kirendeli Isten, hogy még azt is lássam, hogy ez őtől le van. Halleluja. Hogy ez nem ember adta, hanem ő adta. Dicsőség Istennek. Úgyhogy igaz az ő szava. Testvérek, elindult az Úr Jézus Krisztus a lélek hatalmába, és mikor ezeket erről vallomást tett,
akkor megoszlott a vélemény róla. Egyszerűen megoszlott a tömeg. Sokan haragra gerjedtek, és akartak végezni vele. De más szombaton bement megint a zsinagógába, az van megírva, és rögtön az ő jelenlétébe, testvérek, az történt, hogy a gonosz középbe dobott egy fiatalt, és elkezdett vergődni. Megmutatkozott az ő megszállottsága ennek az embernek. És az Úr Jézus Krisztus kinyújtotta az ő kezét, rászólt, szabadulást hirdetett, és a sátán elhatta ezt az embert, és megnyilvánult Istennek ereje. Testvérek, nagyon érdekes dolog, az az ember, aki Szentlélekkel van telve, aki Szentlélek hatalmába van, annak a közelségében megnyilvánulnak ilyen démoni erők. Nem azért, hogy ő hordaná ezeket, hanem azért, hogy ezek a démoni erők egyszerűen ki vannak provokálva ettől a világosságtól, ettől a kegyelemtől, és egyszerűen egy megkötözött ember is, vagy egy megszállott ember is egyszerűen elkezd úgy viselkedni, hogy nem tud uralkodni magán, hanem a sátán elkezdi gyötörni őtet. Nem tudom, mondtam-e nektek ezt a történetet, de nagyon rengeteg történet van, de ez egy most hozzá elém az Úr Jézus. Jártam a fiammal Pozsonba egy tanárnőhoz, hogy fölkészítse őtet a művészeti iskolára is. És akkor a tanárnő, hát elmondtam neki az Úr Jézusnak a szeretetét, mindent, és a tanárnő azt mondja, hogy hát szeretném magának, Barkóczi úr, bemutatni az én gyerekeimet. És akkor jön a fiú, jön a Jonatán is, és mikor közelembe jutott, akkor elkezdett nem normálisan viselkedni. És akkor ránéz az anyja, azt mondja, mi van veled, hogy viselkedel? És lehetett látni, hogy ez a fiú egyszerűen nem ő viselkedik, hanem az a gonosz, ami benne van. Egyszerűen elkezdett neki furcsán járni az ő szája, és furcsa hangokat adott ki magából, és lehetett látni, hogy meg van szálva. Hát az édesanyja úgy megijedt, hogy mi van veled? Hát meg vagy szálva, fiam vagy, mi van veled? És akkor a fiú megszólal, és azt mondja, anyám, nem jó állapotban vagyok én. Képzeljétek, soha ezt ki nem mondta az ő édesanyja előtt, nem jó állapotban vagyok én. És akkor ránéztem a fiúra, és mondtam neki, ne félj, mert hirdetem neked az Úr Jézusnak a szabadulását, hirdetem neki az Úr Jézusnak a szeretetét, és hirdetem neked, hogy szabad vagy. Elfogadott téged Jézus Krisztus, és te is fogadd a szívedbe. Az ő arca kisimult, és megszabadult. Ez az ember, ez a gyermek attól a perctől követi az Úr Jézus Krisztust, és szereti. Dicsőség Istennek. Egyszerűen ilyen megnyilvánulások, ott, ahol Istennek ereje, ahol jelenléte megjelen a te szívedbe, életedbe, ha bemész egy olyan helyre, akkor egyszerűen ezek a démonok, ők ismernek, azok tudják. Nem téged ismernek, hanem azt, aki benned van, azt, aki a te szíveddel, a te életeddel rendelkezik. És ezek megnyilvánulnak. És hirdethettem, én nem is nyúltam hozzá, nem affektáltam ott, hanem az Úr Jézus szeretetét hirdettem. Hirdettem neki, hogy elfogadta őtet az Úr Jézus, hogy megbocsájtotta a bűneit, megbocsájtotta a vétkeit, föloldozódott, és örült, és azóta követi az Úr Jézus Krisztus. Bizonságokat tesz ez a gyerek, és követi az Úr Jézus Krisztus. Testvérek, ez egy titok. A szabadítás szolgálat az meghirdetés a szabadulásnak. Mikor én Jézus nevében oda jövök egy megkötözött emberhez, akkor megnyílik a kegyelemnek a ajtaja. A kalitkán, mint egy madár, tudjátok, benne van a kalitkába, egyszerűen megnyílik a kegyelem ajtaja, az azt jelenti, hogy a kalitkán megnyílik az ajtó. És én mostan nem húzgálom ki onnan azt a madárkát, hanem én nekem
ha az a madárka egyszerűen ő neki nem jó ebbe a megkötözött helyzetbe. Ha egyszerűen az a madárka úgy érzi, hogy ő meg van kötözve ezzel a helyzettel, és nem bír így élni, és mikor meglássa azt a kegyelem ajtaját, és mikor hirdetve van neki az, hogy jöjj ki, akkor ez a szabadulás, ami meg van hirdetve, akkor egyszerűen Isten megadja ezt a szabadítást ennek az embernek. A szabadítás nem úgy működik, hogy mink mostan valamit csinálunk ezzel az emberrel, hanem meghirdessük. A Szent Szellemnek a hatalmába, a erejében azt jelenti, hogy mink vagyunk a Szent Szellemnek a hatalmába, és meghirdessük, hogy szabad vagy, testvérem, Jézus nevében szabad vagy. És akkor ez a kegyelem ajtaja megnyitott, és ott a te hited, az te vágyad, a te szomjúságod a szabadság után egyszerűen kihasználod, nem azt mondod, no jó van, majd holnap kirepülök, majd holnap elkezdem. Nem. Ma, ha hallanátok az ő hangját, ma, mikor szól a kegyelem szava, mikor a kegyelemnek a ideje van, ma ki kell repülni, ma el kell, akkor, mikor hangzik a szó, akkor, mikor hatalomba, Isten hatalmában levő szolga, mikor meghirdeti Jézus Krisztus nevében a szabadulás, akkor indulj el, mert akkor megnyitatott ez az ajtó. Ez egy nagyon fontos dolog. Volt olyan helyzet, hogy evangelizáltam, prédikáltam, és jött utánam egy fiatal ember, és azt mondja, hogy nagyon szeretné, hogy imádkozzak érte. És mondom neki, hogy fiatal ember maga olyan, mintha ismerős lenne nekem, mintha valahol látná magát. És ez a fiatal ember egyszer úgy eltorzult a szeme, az arca, és azt mondja, hát persze, hát sokan vagyunk. Mondom, hogy tetszett mondani? Ugye? Nem értettem. Azt gondoltam, hogy talán én érthetetlen vagyok, vagy én nem. Mondom, és hogy tetszett mondani, hogy nem értem, hogy sokan vagyunk, hogy mit jelent ez. És azt mondja, hát te nem olvasod a Bibliát? Rám szólt úgy, olyan erélyesen a gonosz. Hát te nem olvasod? Mondom, igen, te vagy a légió, te Jézus Krisztus győzött feletted. És akkor éreztem Istennek áramlatát, hogy áramlik Istennek kegyelme és a szeretete betöltött az ő erejével. És akkor, de te legyőzött ellenség vagy, és neked el kell hadni ezt az ember, mert Jézus Krisztus meghalt érte, és Jézus Krisztus nevében hirdetem neked, drága lélek, a szabadulást. És akkor ment ki belőle ez a gonoszság. És azt mondja, és most mindazt, amivel én munkálkodtam itt évekig, azt mondja, el kell ezt nekem itt hadnom. Képzeljétek, így, ilyen szavakkal hatta el őtet a gonosz. Dicsőség Istennek, megszabadult ez a fiatal ember. Hazament, rettentő problémák voltak otthon, a szülők már nem bírták ezt az állapotát, mert öreg pipákat, tudjátok, hogyan? Igen, ezeket a pipákat, ő ilyeneket akaszgatta a falra, mesztelen mindenfélét a falakra, és egyszerűen szülők szégyelték, a pipák büdösítettek, egész lakás olyan volt, mint a ítélet. Egyszerűen. És ő most hazajön evangelizációban, megszabadult ez a fiatal ember, és első, mikor belépett a házába, fogta a pipákat, tördelte, kosárba dobálta, szaggatta le a plagátokat, és az édesanyja és édesapa oda az ajtó, fiam, mi történt? Fiam, hát évekig kértünk, hogy ezt csináld, és nem csináltad, most még miért csinálod? Ugye? És akkor azt mondja, anyám, apám, már nincs szükségem erre. Nincs szükségem, megszabadultam. És akkor az édesanyja azt mondja, fiam, és hol? És mi történt? Mondd el nekünk. És akkor azt mondta, voltam evangelizáción. Tegnap este, vagyis ma este, és holnap is lesz evangelizáció. És azt mondja, elmehetünk mink is oda. Gyertek, apám, anyám, gyertek, hallgassátok meg.
És mikor tettem fölhívást a megtérésre, édesanya és édesapa elsők voltak, akik megtértek, és jöttek Jézus után, dicsőség Istennek. Testvérek, a szabadulásnak a szolgálata, ez egy nagyon fontos, szinte minden alkalommal, amikor imádkozok valakivel, mikor jönnek a fiatalok, vagy jönnek idősek, akkor minden alkalommal ördögök ugrálnak ki ezekből az emberekből. Higgyétek el, hogy ez a szolgálat nagyon fontos. Hogy a szabadulást hirdessük. Nem mink vagyunk azok, akik szabadítunk. Jézus szabadít. De mink csak meghirdessük Jézus szabadítását. Jézus szabadít tégedet. Az Úr Jézus nevében szabad vagy, hirdetem. Nem én szabadítom, ő szabadítsa. Én csak hirdetem, én csak szócső vagyok. Én meghirdetem azt, amit cselekszik. És ha te szívedben ott van az a vágy, az, hogy már szeretné ebből a kalitkából kiszállni, akkor most van. Most van az a lehetőség. Jézus nevében szabadulj. Halleluja. Amen. Dicsőség Istennek. A szabadítás szolgálat a hitnek a kérdése. Nem mink kuruzslunk, nem mink valamit teszünk, hanem hirdetünk. Hittel kimondjuk. A hitből fakadó szó, a hitből jövő kijelentés, ami az Úr lelke és hatalma alatt van. Egyszerűen ez az ember, ez a lélek megtapasztalja, hogy most szólt hozzám az Úr, hogy gyere ki, és elindul, és szabadul. Testvérek, nagyon sok és nagyon széles skála, és nem is tudom, hogy most melyikhez még lehetne, de a idő, lássátok, elfordítottam az órámat is. Hogy melyik skála árnyalatba is, hogy még érinteném. De még egy dolgot elmondok, ami nagyon fontos a szabadítás szolgálatnál. Testvérek, egyet kell tudni, hogy ez a megkötözött ember, hogy egyfajta gondolkodás, fölépített gondolkodás volt idáig az ő életébe. Ez az ember nem tud elképzelni egy másfajta gondolkodást. Erre nagyon kell figyelni, és oda kell figyelni, amikor szabadító szolgálatot végzünk, akkor ez az ember megszabadul, ő neki egy új gondolatmódot, egy új gondolkodást kell, hogy fölépüljön. Az ne a mi gondolkodásunk legyen, hanem a krisztusi gondolkodás. Ezért nagyon fontos ezeket az embereket az igéhez, az ige olvasáshoz, az evangéliumok olvasására, az Új Testamentum olvasására, hogy elgondolkozzon, hogy keressen, kutasson, és lealapozzon új gondolatokat ez az ember az ő életébe. Mert ha megmarad azokban az öreg gondolatokban, akkor örökké jönnek a támadások azokban a öreg gondolatokból, és ez az ember egyszerűen olyan, mint egy szkizofrén, nem tudja most szabadultam, nem szabadultam, föl kell, hogy épüljön benne egy krisztusi gondolkodás. Így mondom, Krisztus bástyája. Krisztusnak a várfala, ugye? Őrfalamra? Hogy van? Őrhelyemre állok, ugye? És fogom hallgatni, mit szól az Úr. Egyszerűen az én életemben egy bástya falat akar fölépíteni az Úr Jézus Krisztus. De ez nem a sátán bástyája, ez az Úr Jézusnak a bástyája az én életemben. És ez a bástya megint kövekből van, de élő kövekből, élő igékből. Értsük, testvérek? Nem betűből, mert a betű öl, hanem lélekből. Fölelevenített ige. Az a ige, amely megszólít engem, amely életet ad, ami reménységet ad, ami fölnyissa a szemeimet, és ilyen lelki, nem lökést, hanem lelki okot ad arra, hogy előbbre jussak. Értsük, testvérek? Ez az élő beszéd, Krisztusnak élő beszéde, ez a réma, ezek a igék ott legyenek az én életemben. És ezáltal fölépül egy új gondolkodás. Az én életemből még annyit elmondok, testvérek, hogy
Nagyon megközdözött gyermek voltam. Gyermekkorom óta, 2 éves koromban édesanyám elvitt olyan helyre, ahol kuruzslók megkötöztek engem. Nem fogom részletezni. 15 éves koromban dadogtam, és depressziós voltam. Orvoshoz járt az édesanyám velem, hogy valami gond van velem, és azt mondta, hogy van maguknál otthon bor, azt mondja az orvos. Azt mondja édesanyám, van. No, akkor tudja, hogy a gyerek biztos bejár a pincébe, azért reszked, és azért. Egyszerűen orvos se nem jött rá, hogy én nekem nem bortól van valami problémám, hogy én nekem lelki, szellemi problémák vannak, hogy én megködözött vagyok. És én rengeteget szenvedtem, mint gyermek. El tudjátok képzelni, mennyi keserűséget, milyen hatalmas bástyákat fölépített a gonosz életembe. Mikor megverte az édesanyám, rögtön Amerikába akartam szökni. Egyszerűen minden nap álmodtam, hogy fogok átmenni a határokon nyugatra, és megyek Amerikába, itt hagyok minden. Hatalmas bástyák. Most ezen ágába sem menni Amerikába. Most szeretnék Komáromba menni. Halleluja. Dicsőség Istennek. Lássátok, más a gondolkodásom, ugye? Valami történt. Ezeket a köveket, amit a sátán behordott az életembe, egyszerűen lerombolta az Úr Jézus Krisztus. Ki kellett hordani? Meg kellett vallani minden keserűséget, minden fájdalmat, minden csalódást, amit éreztem a szülők vagy emberek, barátaim, tanárok ellen. Egyszerűen rengeteget éreztem bántva magamat a tanároktól. És ez mind sátán úgy körülbástyázta az életemet, és olyan hatalommal dirigált, hogy egyszerűen... És jött Jézus Krisztus, és azt mondja, jöjj és kövess engem. És megnyitotta az ajtót, és megyek, azóta megyek utána, és nincs kedvesebb. Nincs kedvesek számomra, mint Jézus Krisztus. És követem, és szeretem, és kérem, hogy tartson meg az ő kegyelmébe. Aki megkóstolta a kalitkának a ízét, aki megsiratta minden sarkát, az kikívánkozik a kalitkából. És akkor, mikor hirdetve van a szabadulás, akkor egy újra vágyakozik. De testvérem, az a szabadság ne arra legyen, hogy a testnek a élvezeteire, hanem Isten dicsőségére. Én ott akarok lenni, ahol az én Uram van. Az ő lábnyoma sarkába akarok lépni, és ott akarom élni életemet. Mert tudom, hogy ha eltávoloznák tőle, tudom, hogy az a gonosz még mindig tartogassa számomra a kalitkát, és visszazárna engemet. Drága testvérem, boldog vagy, ha meghallod az ő hangját, mikor azt mondja, hogy jár és kövess engemet. Testvérem, letelt az idő. Nagyon sok bizonság még lenne a szívemben, amit elmondanák nektek, testvéreim, de nagyon kérlek benneteket, tanuljátok meg figyelni. Tanuljunk figyelni Jézus Krisztusra. Tanuljuk őtet szeretni. Gyakoroljuk eztet. Valljuk meg. Tudjátok, ne legyünk olyan, mint olyan zsugori férfik, mikor kérdezték az egyik férfitől, hogy megmondtad már a feleség, szokott mondani a feleségednek, hogy szereted. Azt mondja, hát a oltárnál azt mondtam, hogy szeretem, hát nem elég neki. Ugye? Hát úgy is néz ki az a kapcsolat. Hányszor mondod el az Úr Jézusnak, Úr Jézus, szeretlek téged? Hányszor? Ha csak ott a oltárnál elmondtad neki? Csak akkor, mikor elindultál? Akkor, mikor szövetséget kötöttél vele? Akkor elmondtad, Uram, szeretlek, és elég kell, hogy legyen neki? És ez az utolsó, amit elmondanák. Úgy ültem ott egy helyen, és úgy magam voltam az Úrral, és úgy elmondtam az Úr Jézusnak, Úr Jézus, úgy szeretlek, olyan boldoggá tetted életemet, és sírtam, és zokogva sírtam, és dicsőítettem az Urat,
És akkor odaállt az Úr Jézus, és azt mondja nekem, hogy igen, szeretsz, elfogadom. Akkor most arra kérlek, hogy egy csokrot készíts a te szívedbe, a te ellenségeidnek. Meghökkentem. Azt mondtam, Uram, hogy kell ezt csinálni? És akkor azt mondja, hát tudod, hogy mit mondtam az igébe. Imádkozz a te ellenségeidért. Imádkozz azokért, akik nem jót tesznek. Áld őket, ne átkozz. Fondd a csokrot nekik. Imádkozz az ő családjaikért, gyermekeikért. Imádkozz azért, hogy meg legyenek áldva. Egy gyönyörű csokrot fony ezeknek az ellenségeidnek. Testvérek, olyan megdöbbenő volt számomra, de annyira áthatott engemet, és elkezdtem imádkozni az én ellenségeimért, az ő családjaikért, az ő gyermekeikért, és egy gyönyörű csokrokat így fontam az imáimból. És akkor azt mondtam, Uram, kész, itt van, fogadd el! És tudjátok, mi történt, testvérek? Csokrok a szívembe maradtak. Csokrok a szívembe maradtak. Tudom szeretni az ellenségeimet. Övé a dicsőség. Szereted a te uradat, Istenedet? Annyira kutasd és annyira kövesd. Uram, hogy szereselek? Hogy még jobban? És ő azt mondja, azt szeret engem, aki az én beszédemet megtartja, aki az én parancsolataimat megtartja. Szeresd őtet. És ő megmutassa az ő kincstárházát neked, mert szeret téged, és megáll tégedet. Amen.